költőnő, művésznő, egy idézettel indítanék, erre szeretném, ha reagálna valahogy. Pályatársa Seneca mondta, vezetik a végzetek azt, aki hagyja, hogy vezessék, aki nem hagyja, azt vonszolják. Magát vezetik, vagy vonszolják? Valóban nehéz a kérdés, és én nőlétemre nem szívesen vitatkoznék a nagy bölccsel, de ez a kérdés nem a választásé. Nincs olyan, hogy vagy visz, vagy vonszol. A végzet mindig vonszol, és mi, szenvedő, érző lények, megyünk utána. A következő kérdésem lehet, hogy egy kicsit fogósabb lesz. Halálosnak látja ön is a végzetet, mint Karádi Katalin? Az élet csak úgy ér valamit, ha vannak benne bűnök, szenvedélyek, hogyha hagyjuk, hogy a végzet leterítsen minket, mert anélkül semmi nem ér. Múzsa vagy végzetasszonya szeretne lenni inkább? A végzetasszonya mindig múzsa is egyben. Hiszen a múzsa mindig túlmutat önmagán. Sokkal több, mint amit a szem láthat. Ezt érezni kell. És az érzésből versek, festmények, dalok fakadnak. A végzetasszony egyetlen pillantással képes megigézni azt, aki rátekint. És ha már rátekintett, átfogalmazódik benne a világ. Találkozások örömére! Thank you.